Hogyan lehet bloggerként megélni? Hogyan képzeld el ezt a nagyon-nagyon 21. századi munkát, vagy szakmát, mint a bloggerkedést? És szeretnék abban segíteni, akár ugye te magad kacsingatsz e felé, hogy bloggerként, akár főállásban is, tehát hogy csak ez a munkád dolgozzál, akár mondjuk így mellékesként, vagy hogyha egyáltalán csak érdekel, és halvány fogalmad sincs, és nem tudod elképzelni, hogy hogyan lehet ebből pénzt csinálni, mi kell ahhoz. Szeretnék egy picit segíteni, hogy ezt hogyan képzeld el. Nem titkoltan ennek a videónak az az apropója, hogy egy blogger szakmai képzést indítunk, tehát hogyha érdekel téged ez a szakma, akkor majd nézd meg azt a képzésünket is, ahol megtanítunk blogolni, de akár lehet, és nekem ez is rendben van, hogy ezután a videó után azt fogod mondani, hogy na, te biztosan nem akarsz blogger lenni, és hogyha ebben is tudok segíteni, én annak is örülök, mert kezdjünk is bele, de előtte még annyi, hogy üdvözöllek, Szilágyi Balázs vagyok, ez a honlapra fel csatorna, iratkozz, hogyha még nem tetted meg. Ugye, mert ugyanis ez a bloggerkedés, ez egy nagyon-nagyon 21. századi munka, és én most azért azt hadd szögezzem le előjáróban, hogy én nem arról beszélek, amikor valaki celeb, és semmit nem tesz le az asztalra, csak valahogy elér sok ember. Tehát én kifejezetten, amikor bloggerről, bloggerkedésről beszélek, ott mindenképpen van érték. Tehát ez egy munka, ez egy szakma, ahol az ember értéket teremt, és azért az értékért pénzt kap, csak ezt az elején szeretném tisztázni. De ez egy nagyon-nagyon 21. századi szakma, és azt gondolom, hogy ez az első dolog, amit el kell dönteni, vagy ez az első dolog, amit látni kell, amikor valaki mondjuk abban gondolkozik, hogy akar-e blogger lenni, vagy nem, vagy egyáltalán akarja látni, hogy hogyan lehet bloggerként pénzt keresni, hogyan tud egy blogger pénzt keresni. Ugye az egyik, hogy vagy tetszik, vagy nem, ez van, akinek nagyon tetszik, van, akinek nagyon nem tetszik, ez egy nagyon-nagyon szabad időbeosztású munka, vagy szakma, vagy állás, ennek minden előnyével és hátrányával. Ugye az előnye az egyértelmű, tényleg akkor és onnan dolgozol, ahol akarsz, tehát teljesen mindegy, hogy vasárnap éjjel, vagy kedden munkaidőben dolgozol, teljesen mindegy, hogy otthonról, egy irodából, egy kávézóból, a Hawaii-ról, Tájföldről, mindenhonnan csinálhatod. Ugye ez az, ami nagyon-nagyon sokaknak pozitív, de már itt lehet, hogy valaki azt mondja, hogy ez őt nem vonza, akkor ez nem neked való munka lesz. És a másik, amit ehhez még tudni kell, hogy hát azért bloggerként nem igazán lesz főnököd, és ez megint csak valakinek vagy tetszik, vagy nem. Nagyon jól hangzik, nagyon-nagyon sokan szeretik is, viszont hogyha nem vagy az a típus, aki egy kis noszogatás nélkül szívesen csinálja a dolgokat, akkor megint csak nem biztos, hogy neked való. Tehát ez egy nagyon-nagyon 21. századi munka, ezzel az abszolút szabad időbeosztással. A másik dolog, amit tudni kell róla, hogy alapvetően ahhoz, hogy valaki jó blogger legyen, még ha kezdetben nem is, de idővel meg kell tanulni írni, és legalább valamilyen szinten szeretni kell írni, kommunikálni, írásban kommunikálni. Ez maga a bloggerkedés, ez a kommunikációról szól, ez a lényege, kommunikálunk, ugye írásban adjuk át, vagy továbbítjuk a gondolatainkat, stb. Nyilván hogyha valakihez ez közel áll, akkor valószínűleg, még ha nem is tanulta soha az írást, de eltökélt, akkor ezt meg tudja tanulni, jobban fogja ezzel magát érezni, valószínűleg jobb eredményei lesznek, mint hogyha valaki ezt nem szívesen csinálja, akkor valószínűleg nem fog tudni eredményt elérni. Tehát ugye ezek az alapok. Ugye fölmerülhet benned az a kérdés, hogy egyáltalán meg lehet-e élni belőle, abszolút meg lehet, azért mondtam el ezeket az alapokat, amit eddig elmondtam, mert azért az egy fontos dolog, hogy ezekkel jól érezd magad. Tehát, hogyha valaki nem érzi jól magát azzal, hogy otthonról dolgozik, meg saját időbeosztásban meg írni kell, akkor lehet, hogy el tud indulni, de úgysem fog sok pénzt keresni, vagy lehet, hogy semmit nem fog keresni bloggerként. De hogyha ez neked való, vagy valakinek való, akkor abszolút lehet vele keresni. Hát, hogy mennyit, majd egy picit a videó végén még erről beszélek. Én most hadd mondjak itt el csak egy saját példát, vagy hogy mondjam csak el neked a saját példámat. Én jelen pillanatban nem vagyok aktív blogger. Vannak blogjaim, amik nagyon-nagyon szép eredményt érnek el, és azzal együtt, hogy nem aktívan csinálom, tehát jelen pillanatban én vállalkozóként, ugye online marketing oktatással foglalkozom,
és nem írom a blogjaimat, nem foglalkozom azzal, hogy a blogjaimat ismerté tegyem, mert mindjárt erre is azért utalok. Így is olyan 200 és 300 ezer forint körüli passzív bevételem van nekem, csak a blogjaimból havonta. Tehát azt kell, hogy lásd, hogy, és azért egy bloggal nem csak passzív jövedelem érhető el, sőt, azt kell, hogy lásd, hogy még így is ennyit tudok ebből keresni, hogy tényleg nem foglalkozom, vagy minimális, tehát mit tudom én, havi 1-2 óra maximum, amit foglalkozom vele. Tehát, hogyha valaki erre rááll, és ténylegesen azt mondja, hogy ez az ő szakmája, akkor igenis, hogy lehet ezzel Magyarországon, magyar nyelvről beszélünk itt most, magyar nyelvű bloggal egy normális megélhetést, és ez ebben nagyon nehéz belemenni, mert ez mindenkinek mást jelent, de akár a bőven az átlag fölötti megélhetést összerakni. Kettő dolgot kell ehhez tudni, és ez nagyon-nagyon fontos. És igazából hát azt kell, hogy mondjam, hogy ezen múlik az, hogy mennyit fog az illető keresni részben, illetve ez az igazi válasz arra, hogy hogyan lehet egy bloggal vagy bloggerként pénzt keresni. Ez mind a kettő nagyon fontos, és hogyha látsz valaki olyat, aki blogol, de nem nagyon keres belőle pénzt, vagy egyáltalán nem keres pénzt, vagy nem tud megélni, akkor valószínűleg ez az oka. Hogyha te vagy az, aki ilyen helyzetben vagy, akkor valószínűleg ez az oka. Az egyik dolog az az, hogy mennyiség, iszonyatos mennyiségről van szó, és iszonyatos mennyiségre van szükség ahhoz, hogy bloggerként eredményes legyen. Ez tetszik, nem tetszik, ez mindenre igaz ma már. Azt akartam mondani, hogy az online marketingben, vagy az online világban, de gyakorlatilag mindenhol. Tehát, ha nem tudsz mennyiséget produkálni, akkor nem fogsz tudni pénzt keresni, elég pénzt keresni. Nagyon-nagyon megváltozott a világunk, nagyon-nagyon sokan nem veszik ezt észre. Az az előny, hogy te el tudsz kezdeni bloggerkedni ma, és akár sikeres is lehetsz a nulláról, ez együtt jár azzal a hátránnyal, hogy ezt mindenki meg tudja csinálni, és nagyon-nagyon-nagyon sok a zaj a médiában, az online felületeken, ezt valószínűleg te is láttad. Ebből nem tudsz más módon kikerülni, vagy nem tudsz más módon felülkerekedni, mint hogy mennyiséget produkálsz. És ez főleg az elején nagyon-nagyon fontos. Ugye tipikusan a bloggerkedés egy olyan szakma, tetszik, nem tetszik, hogy az elején bele kell nyomni egy csomó energiát, meg időt a semmiért, és akkor utána fog beérni. Ez az egyik, amivel tisztában kell lenni, hogy lehet egy-két ilyen kivétel, hogy kirak havonta egy blogbejegyzést, és jól tud belőle élni, de ma már nem, hogy ez nem a jellemző, hanem gyakorlatilag felejtsd el, mennyiséget kell produkálnod mindenből, blogbejegyzésből, megjelenésből, jelenlétből, aktivitásból, stb. És a másik dolog, ami egy picit ezzel összeköthető, de mégis más, amit nagyon-nagyon sok blogger nem tud, nem ért meg, vagy nem akar, nem hajlandó megérteni, hogy ha blogger vagy, és itt ez alatt nem azt értem, hogy most irogatsz valamilyen blogot, hanem hogyha ez a szakmád, ebből akarsz megélni, ebből akarsz jól megélni, vagy valaki ebből akar jól megélni, és ugye ezért ez az igazi válasz, vagy az egyik igazi válasz a videóban címében föltett kérdés, hogy hogyan lehet megélni bloggerként, akkor az a helyzet, hogy el kell azt fogadnod, hogy legfeljebb az idődnek a 33%-ában, tehát mondjuk a harmadában fogsz írni, legfeljebb az idődnek a harmadában kell, vagy lehet az írással foglalkozni. Ugyanis ahhoz, hogy bloggerként pénzt keres, és itt még egyszer mondom, itt én arról beszélek, amikor valakik ez a szakmája, tehát folyamatosan jó megélhetés, na, tehát erről beszélünk, valószínűleg téged is ez érdekel, ahhoz kevés az, hogy ott a blogod, kevés az, hogy írod, kevés az, hogy jól írod, érdekesen írod, vagy bármi, ami az írással kapcsolatos. Ez kell, és elengedhetetlen, de kevés. Miért? Éppen azért, amit az előbb a mennyiséggel kapcsolatban mondtam, hogy annyira sok a zaj, nem feltétlenül sok blogger van, de annyira sok a zaj ma már az online felületeken, hogy ezzel már nem fogod tudni áttörni olyan mértékben a közönségnek az érdeklődését, vagy nem valószínű, hogy át fogod törni, amiből stabil, hosszú távú megélhetést tudsz felépíteni. Tehát, ha igazán bloggerként
akarsz megélni, vagy valaki igazán bloggerként akar megélni, akkor legalább az idejének a kétharmadában neki azzal kell foglalkoznia, ami nem az írás, hogy fölépíti magát, hogy fölépíti a hitelességét, hogy kapcsolatokat épít, hogy piározza magát, úgymond, de nem a szónak nem a rossz értelmében, tehát nem abban az értelemben, hogy amit elront, vagy a rossz dolgait szépíti, hanem hogy ismerté teszi magát. Lehet és érdemes is a blogokból valamilyen szinten automatizált bevételeket, itt ugye tipikusan automatizált reklámbevételekre gondolok szerezni. Hogyha az ember csak kiegészítő jövedelemként, vagy passzív jövedelemként gondol erre, mint blogger, akkor ez akár lehet a jövedelem nagy része is. De igazából, hogyha valaki bloggerként akar megélni, jól megélni, hosszú távon jól megélni, akkor bizony majdnem kötelező neki egyéni, egyedi kapcsolatokat és egyéni, egyedi bevételi forrásokat szerezni. Apropó, ezen a képzésen én 10 ilyen, hát az egyik a reklám, akkor ezen kívül 9 jövedelemforrást szedtem össze bloggereknek. Ez abszolút lehetséges, viszont ez nem fog menni akkor, hogyha csak ír valaki. Tehát ez a másik titka igazából, hogy valaki ebben jó legyen. A képzésen ezt is megtanítom, hogyha esetleg ez érdekelne, tehát abszolút, hogy nem csak az, hogy hogyan írjál jó blogot, hanem hogyan építsd fel magad bloggerként. De ez a másik titka, azon túl, vagy azon kívül, hogy mennyiséget kell produkálni, azon kívül bizony el kell fogadni az időnek a kétharmadában, gyakorlatilag magadat fogod felépíteni, piározni, eladni. És nem biztos, hogy a nagy közönség felé, itt lehet, hogy csak néhány olyan cég felé, akiktől például bevételt, vagy valamilyen megbízást tud szerezni. Ha van egy neved, és egy blogger esetében ez a nagy értéke, az elérése, a neve, hogy meg tud mozgatni embereket, ezért hajlandóak neki cégek pénzt fizetni, bármilyen formában, tehát ugye sok lehetőség van erre. Hogyha van egy neve a bloggernek, van egy neved, van egy elérésed, akkor utána sokkal könnyebb eladni magad, de még mindig el kell adni magad cégeknek, akik ezt kihasználva valamilyen módon a saját termékeiket, szolgáltatásokat, márkájukat hirdetni fogják. Ennek egy abszolút kialakult rendszere van, erre van igény, tehát jelen pillanatban cégek részéről erre van igény, ezt csak tudni kell kihasználni. És hát ígértem valami ilyesmit itt a videó elejében, hogy ugye mennyit lehet keresni, vagy erről egy picit beszélek. Nem fogok hosszan beszélni, mert ezt nagyon-nagyon nehéz elmondani, nagyon-nagyon nehéz meghatározni. Az egyik dolog azért, én azt gondolom, hogy van akinek, és nem tudom mikor fogod nézni ezt a videót, jelen pillanatban van akinek akár 2-300 ezer forintos havi bevétel vagy jövedelem is elég, és ezzel semmi probléma nincsen, lehet olyan élethelyzet, amikor ez teljesen rendben van. Van, aki azt mondja, hogy 500 000 vagy akár még több bevétel alatt bele se kezd semmibe. A másik dolog, hogy mint itt is, nagyon az, hogy mennyi pénzt tudsz keresni bloggerként, vagy valaki mennyi pénzt tud keresni bloggerként, az nagyon-nagyon-nagyon múlik azon, hogy mennyi energiát és milyen energiát tesz bele. Tehát nem fogok neked hazudni, itt is el lehet az időt tölteni a semmivel, itt is el lehet az időt tölteni teljesen eredménytelenül. El lehet Facebookozgatni, miközben az ember azt gondolja, hogy ő bloggerkedik, és utána abból nem lesz semmiféle eredmény. Vagy bele lehet tenni nagyon-nagyon határozottan, nagyon-nagyon eredményesen, nagyon-nagyon eltökéltem az energiát. Én azt gondolom, hogy ha valaki ezzel foglalkozik, hajlandó, főleg az elejét beletenni, az egy nagyon-nagyon nagy kihívás. Tehát az nagyon nagy kihívás, hogy itt bizony majd, hogy nem az elején kell a legtöbb energiát beletenni, és gyakorlatilag a nulla eredményért. De ezt hajlandó is meg is tudja tenni, akkor abszolút nem elérhetetlen, meg nem álom szintű bloggerként egy 500 000 jövedelmet elérni, és hogyha ügyes az illető, akár onnantól is fölfelé. De ahogy mondtam, ez semmilyen szinten nem akar ígéret lenni. Én elmondtam a saját példámat, hogy úgy, hogy nem is foglalkozom vele aktívan, így is ilyen 2-300 ezer forintot keresek. Nyilván, hogy ezzel foglalkozni, ugye ezt csinálnám 8 órában naponta, akkor azért ennek a sokszorosát meg tudnám keresni. De nyilván ehhez azért már kell az, vagy kellett az, hogy
azt az elején beleraktam azt az energiát, és nekem már megvan az az ismertségem. Úgyhogy remélem, hogy segítettem ezzel egy kicsit betájolni azt, hogy igazából mi is ez a bloggerség, hogyan keresnek a bloggerek pénzt, nagyjából részben még egy picit azt is, hogy mennyit, bár ugye, ahogy mondtam, ez egy érdekes kérdés, és nem feltétlenül volt ez a célom, hogy konkrétan ezt elmondjam. Hogyha így van, hogyha segítettem neked ezzel, hogyha bármilyen új információt adtam, vagy akár csak érdekes volt egy picit ez a videó, akkor nyomj egy lájkot, én megköszönöm, nekem is segítesz vele, másoknak is segítesz, hogyha nem, hogyha úgy gondolod, hogy semmit nem kaptál ezzel, vagy te jobban tudod, vagy bármi ilyesmi, akkor nyomj egy ilyet, nekem is segítesz ezzel is, másoknak is segítesz. Mindenképpen iratkozz fel a honlapra fel, online marketinges csatornára, és nézd meg azért ezt a blogger képzést, ezt a blogger tanfolyamot, hát ha kedvet kapsz hozzá, de befejezésül, amivel kezdtem, az is teljesen rendben van, és én annak is örülök, hogy csak azzal tudtam segíteni, hogy legalább tisztáztam számodra, hogy mi ez a bloggerkedés, és úgy döntesz, hogy érdekelt, meg vonzónak tűn, de ez nem neked való, és nem szeretnél vele foglalkozni. És nem utolsó sorban, nagyon köszönöm, hogy itt voltál.